Ünnepi gálaműsor az Agrárminisztérium által fenntartott Szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskolában. A különleges program apropóját az adta, hogy az intézmény éppen 90 esztendején nyitotta meg a kapuit. Hogy mind Tolna megye, mind az ország mezőgazdaság életében nagyon jelentős szerepet játszik. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy ilyen sokan elfogadták felkérésünket, illetve meghívásunkat. Nagyon sok volt diák, volt pedagógus kollega, volt technikai dolgozó van a mai eseményen jelen. És hát nyilvánvalóan mostani diákoknak is én azt gondolom egy példa, hogy ezt milyen alázata és szeretettel lehet a mezőgazdasági szakmát végezni. Az iskolában 350 diák jár, ők pedig az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a legkorszerűbb körülmények között tanulhatnak szakmákat. 2016 és 2019 az azt gondolom, hogy a csapóiskola életében a fejlesztésekről, felújításokról, nyilászáró cserékről szól, de emellett nyilván nagyon fontos egyéb más, például az eszközbeszerzéseink. 68 millió forint értékben sikerült az Agrárminisztériumnak köszönhetően 2016, illetve a 2017-es tanévben erőgépeket venni, ami pedig ugye nyilván a mezőgazdasági oktatásnak a színvonalát emelte, de például, ha csak azt mondom, hogy börtöncellát adtunk át a tavalyi tanévben, vagy ha azt mondom, hogy elkészült az iskolának egy saját lőtere, ami pedig a rendészeti képzésünk szempontjából meghatározó, és hát nagyon bízunk a folytatásba, hogy az elkövetkezendő időszak van is nagyon sok forrás fog hozzánk érkezni. Magyarország azt gondolom, mezőgazdaságnak azt gondolom az őshazája, ha lehet így mondani, hiszen az agrárium az évek, évtizedek, évszázadok óta meghatározó volt, azon belül Tolna megyében is. Én úgyhogy azt gondolom, hogy aki ma a mezőgazdaság szinte bármely ágazatát választja, legyen az állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet, vagy akár éppen erdészet, én biztos vagyok benne, hogy megtalálja számításait. Az iskola és az agrárkamara között természetesen hagyományosan jó a viszony. Az általános iskolásoknak szóló pályaorientációs programok során rendszeresen együttműködik a két intézmény. A pályaorientáció kapcsán nagyon-nagyon szoros a kapcsolatunk, és folyamatosan lobbizunk azért, hogy minél inkább elterjesztük a szülők és a diákok között azt, hogy mennyire érdemes mezőgazdasági és élelmiszeripari pályát választani, hiszen végül is élelmiszerre mindig szükség lesz ebben a szakmában. Nagyon jó elhelyezkedési lehetőségek vannak, és ami a legfontosabb, hogy most a gazdasági szereplőknek is rendkívül nagy, talán még soha nem volt ekkora szüksége a szakember utánpótlásra. A kerek évforduló alkalmából szervezett gálaműsoron Bogdán Boglárka agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár is részt vett. Ő arról beszélt, hogy az iskolában folyó pedagógiai és szakmai munka nemzetgazdasági szempontból is egyre meghatározóbb. Az iskola magas színvonalú működése nagy mértékben hozzájárul hazánk agrárgazdaságának további megerősítéséhez, hazai és nemzetközi versenyképességének növeléséhez, a megfelelő szakember utánpótlás biztosításához. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az agrár és az élelmiszergazdaságot csak a megfelelő szakember utánpótlás biztosításával lehet tovább erősíteni. Ma az a legfontosabb feladatunk, hogy újra vonzóvá tegyük az agrárszakmákat, és megerősítsük a képzési hálózatot. A pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét rá kell irányítanunk a mezőgazdaságban rejlő lehetőségekre. Ehhez szükséges a szakképzés megerősítése, a mezőgazdaság korszerűsítése és versenyképességének növelése, az intézmények infrastruktúrális fejlesztése, továbbá a tangazdaságok fejlesztése, mivel a hagyományos értelemben a duális képzés nem minden területen megvalósítható. Ács Rezső Szekszárd polgármestere arról beszélt, hogy a város számára büszkeség, hogy egy ilyen nagy múltú iskolának ad otthont. Folyamatosan fel kell arra készülnünk közösen az itt működő intézményekkel, hogy ne csak a jelenben, hanem a jövőben is biztosítva legyen a szakember utánpótlás, és azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a Palánki Szakképzői Iskola az mindenképpen élen jár, szerves része a város oktatási rendszerének, szerves része a város szakképzési rendszerének, ezt szeretném kihangsúlyozni, hiszen hogyha ez az iskola jól működik, már pedig jól működik, és Szekszárd az önkormányzat az elmúlt években kiemelt figyelmet szentelt az iskola működésének. Folyamatosan közös akciókat találunk ki, és szeretnénk egy kicsit bevonni az iskolát a város működésébe is, akkor azt gondolom, hogy a jövő szempontjában megtettünk mindent annak érdekében, hogy a megye mezőgazdasága, a agrárgazdasága, és ennek utánpótlása meglegyen szakember szinten is. Az ünnepi műsor a diák életet és a nemzetközi tanulmányi utakat bemutató fotókiállítás megnyitóval ért véget.